Hogyha nincsen elektromos rásegítés, akkor ugyanúgy működik, mint egy hagyományos kerékpár. Ahogy említettem is, hogy a 25 km/óráig lehet ez az elektromos rásegítés, akkor van rá pályázat. Így néz ki, igaziból itt van rajta, itt van hátul ugye az akkumulátor. Ezt ugye így ki lehet venni. Én ezt javaslom is mindenkinek, mert azért ez egy közel 100 000 forintos tétel. Ha mégis a kerékpárban szeretnénk hagyni, lehetőségünk van ennek lezárására. Ha ez az akkumulátor lemerül, akár csak egy mobiltelefont, ezt is feltölthetjük. Elől van a motorja, illetőleg itt van a elektromos rásegítésnek a kapcsolói, tehát ugye hátul bekapcsolom, itt pedig tudom azt állítani, hogy milyen fokozatra szeretnék, és akkor ugye ez konkrétan itt most 1-től 5 fokozatig. Már az 1-es fokozat is az egy elég nagy élményt jelent gyakorlatilag a hagyományos kerékpáron kívül vagy mellett, mert az a tapasztalat, hogy nagyon meglepődnek már azon is, hogy mennyivel tud többet. Gyakorlatilag csak ebben különbözik a hagyományos és az elektromos rásegítésű kerékpár. Mégis sokan azt hiszik, ezek a típusú kerékpárok nem igénylik az emberi erőt és a hajtást. Ez azonban egy tévhit. Távolságokat lehet ezzel áthidalni, hogyha mondjuk a Nyíregyháza-Tokaj távolságot eddig nem tudtuk kerékpárral megtenni, mert mondjuk félúton már begörcsölt a combunk, akkor most ezt meg fogjuk tenni, tehát ugyanúgy hajtani kell. Ez a támogatás csak abban az esetben jár, hogyha a kerékpárt maximum 25 km/óra sebességgel rásegítés van. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy benyomok egy gombot, és a kerékpáron nem kell semmit csinálnom, és menni fogok, nem. Tehát erre az ilyen kerékpárra nem jár támogatás. Tehát itt ebben az esetben teljesen más ennek a metodikája. Az ilyen kerékpárok arra jók, hogy könnyebben áttekerjünk Tokajba, vagy akár körbe a Balatonon. Az akkumulátora ugyanis 50-60 kilométeres távot tud pluszban hozzáadni az emberi erőhöz. Ezekre az elektromos rásegítésű kerékpárokra 2020 novemberétől elérhető az IFKA oldalán keresztül a Pedelek 20-20 pályázati támogatás. A program fő célja az autóval munkába járók kerékpáros közlekedésre váltásának ösztönzése, járulékos haszna pedig a lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint. Pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok esetén a támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 400 ezer forintos eladási ár 50%-a, de legfeljebb 90 ezer forint. Nyomaték szenzoros hajtási rendszerrel felszerelt kerékpárok esetében pedig a maximum bruttó 900 ezer forintos eladási ár 50%-a, de legfeljebb 150 ezer forint. A két rendszer közti fő különbség, hogy még a pedálszenzoros rendszer a pedál mozgását érzékeli és ez alapján kapcsolja ki vagy be a rásegítést, addig a nyomaték szenzor esetében azt állítjuk be a kezelőegységen, hogy az általunk belerakott erő hány százalékával segítse a hajtást.